Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt ház! Sok szó esett nagyon helyesen a Duna stratégiáról, ugyanakkor viszont igyekeztem nyomon követni a vitát, és a Tiszáról még nem esett szó, a Tiszáról a legmagyarabb folyóról. És tisztelt miniszter úr, tájékoztattam önt is, illetve a tisztelt házat, hogy van egy 2001 óta létező a Tiszavölgyi megyei önkormányzatokat tömörítő önkormányzati társulás, amely foglalkozik a Tiszával. És a Duna stratégiához letettük a javaslatainkat a Tiszavölgyet érintően is. Azt gondolom, hogy fontos nemzetstratégiai kérdés lenne, hogy a Duna farvizén hajózva egy picit, a Tiszát is beemeljük a Duna stratégiába, hiszen ez olyan jelentőséget jelent, jelentős tényező lehet, még egyszer mondom, nemzet stratégiai szempontból is, amely a Tisza völgyet új dimenzióba helyezhetni. Hogy csak egy jellemző példát mondjak, egy több mint 50 éves nemzetközi egyezmény szabályozza az akkori Jugoszláviával, mondjuk a Tisza nemzetközi víziút jellegét. Tehát nagyon sok olyan külpolitikai megoldásra váró probléma is van a Tisza völgy kapcsán, a Tisza újragondolása kapcsán, amelyet talán Duna stratégia mentén lehetne újra tárgyalni, vagy újra szabályozni. Még egyszer nyomatékkal hangsúlyoznám, hogy a Duna stratégia mentén ne feledkezzünk el a Tiszáról, a legmagyarabb folyóról sem. Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés, visszatérünk az előre bejelentett felszólalók köréhez. Következik Mikola István, a Fidesz képviselője. Képviselő úr, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Az Egészségügyi Bizottság javaslatot dolgozott ki az európai elnökségünk idejére, egy magyar központú közép-kelet-európai népegészségügyi intézet létrehozására. Az Európai Unióhoz 2004-ben és azóta csatlakozott országok, valamint a csatlakozás előtt álló jelölt államok gazdasági fejlődésének ütemét jelentősen fékezi, és így gazdasági versenyképességüket is súlyosan korlátozza a lakosságuk kritikus egészségi állapota, amely az Európai Unió átlagától való jelentős elmaradásban nyilvánul meg. Ez az Európai Unió harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődésének is gátját jelenti. 2011. január-június között Magyarország viszi az Európai Unió soros elnökségét, melyet az év második felére a népegészségügyi problémák vonatkozásában hasonlóan érintett és azok iránt szenzitív Lengyelország veszi át. A program célja egy közép-kelet-európai népegészségügyi intézetnek a létrehozásával egy olyan tudományos, módszertani, elemzési és szakmapolitikai intézet létrehozása, mely a térség közös népegészségügyi problémáinak kezelésére olyan bizonyítékon alapuló stratégia, ajánlások és akciók kidolgozására és koordinálására képes, melyek már középtávon elindítják az érintett országokat a felzárkózás útján. Ezáltal a bővülő Európai Unión belül a lakosság egészségi állapotában fennálló egyenlőtlenségek mérséklésével hozzájárulnak a stabilitás és harmonikus fejlődés biztosításához. Az intézet döntő fontosságú stratégiai célja, hogy új megvilágításba helyezze a nemzeti vagyon fogalmát, és sokoldalúan bizonyítsa, hogy az emberi és környezeti erőforrásokban meglévő vagyon valójában sokkal nagyobb és fontosabb, mint ami anyagi javakban e társadalmak rendelkezésére áll, és hogy Közép-Kelet-Európa országai már évtizedek óta olyan igen veszélyes egészségvagyon felélést folytatnak, amely most már egész komplex társadalmi reprodukciós folyamatukat veszélyezteti. Vegyük sorra a legkiemelkedőbb népegészségügyi problémákat. Először az emberi és környezeti erőforrásokkal, ezen belül különösen az egészségvagyonnal való gazdálkodási stratégia hiánya és az ezekből eredő veszélyes humánvagyon felélés komplex következmény együttese. Másodszor a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek sajátos leképeződésként megjelenő drámai mértékű egyenlőtlenség a térség lakosságának egészségi állapotában, különös tekintettel az egyes országokban ma már 10%-ot is meghaladó reprezentációval bíró roma lakosság egészségi állapotára. Harmadszor
A krónikus, nem fertőző megbetegedések és halálozások jelentette súlyos társadalmi teher, s az ezzel összefüggésbe hozható kritikus egészségmagatartás. Negyedszer. Az egészségi állapot és megbetegedések monitoringjának hiánya, ami a célzott egészségpolitikai döntések és népegészségügyi beavatkozások gátját jelenti. Ötödször. Az egészséghatás vizsgálatok közel teljes hiánya, ami az intézkedések várható egészséghatás becslését, s így az egészséget minden szakpolitikában alapelvnek az érvényesülését lehetetlenné teszi. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy az egészséget minden szakpolitikában a finn elnökség idején fogalmazta meg Európa. Hatodszor a népegészségügyi programok menedzsmentjének hiányosságai, ami elsősorban az interszektoriális gyakorlat hiányában nyilvánul meg. Mindezekre célzott és összehangolt stratégiát, cselekvési és képzési programokat dolgozunk ki, és valósítunk meg az egészségfejlesztés és a betegség megelőzés területén. Az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat keretében ma tevékenykedő egészségfejlesztési szakemberekre építve azt mondhatom, hogy a humán erőforrás rendelkezésre áll. A Közép-Kelet-Európai Népegészségügyi Intézet keretében a társuló országok reprezentációja szakpolitikusok és szakemberek bevonásával valósulhat meg. A program várható eredménye az európai elnökséget követően is további fejlődésre képes magyar koordinációval, a térség tagállamaival és csatlakozás előtt álló országaival szoros partnerségben működő Közép-Kelet-Európai Népegészségügyi Központ, mely a térség gazdasági felzárkóztatásának ügyét az összehangolt egészségfejlesztés és betegségmegelőzés eszközrendszerével hatékonyan támogatja. Szeretném elmondani, hogy az országgyűlés az Egészségügyi Bizottság kérésére lehetővé teszi következő év elején az Európai Unió tagországai parlamentjének egészségügyi bizottsági elnökeinek a meghívását, akikkel ebben a témakörben, mármint a regionális népegészségügyi paradigmát illetően módunk lesz vitát folytatni, és talán módunk lesz arra, hogy az európai elnökségünkben minket követő Lengyelország ezt a folyamatot ugyancsak felkarolja és folytassa. A lengyel parlament egészségügyi bizottságának elnökével felvettük a kapcsolatot, és egyértelmű hajlandóságát fejezte ki olyan értelemben, hogy együttműködik velünk ennek a programnak a kidolgozásában és gyakorlati megvalósításában. Érdekes módon a lengyel parlament egészségügyi bizottságának elnökét úgy hívják, hogy Rákóczi. Ez egy kedves meglepetés volt számunkra. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak. Megköszönöm képviselő felszólalását. Felszólással következik Gruber Attila, a Fidesz képviselője. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Két témában szeretnék hozzászólni. Az egyik talán egy rövidebb, de nagyon fontos. Ugi képviselőtársam korábban már említette az elnökség és Budapest kapcsolatát. Én szeretném megjegyezni, hogy ez az elnökség ennél többről szól, nevezetesen Gödöllő és Debrecen mellett olyan városok, a balatoni nagyvárosok is szerepet kapnak ebben, mint Balatonfüred és Siófok. Ez azért nagyon fontos, mert végre az első olyan nagyon fontos és súlyos rendezvény, ahol nem az ország egy központúságában, hanem egy jóval szélesebb összefogásra, egy jóval szélesebb lehetőséget kapnak a vidéki települések is. Ez nem csak azoknak a településeknek fontos, ahol az ott élő szolgáltatók, szállodások, éttermesek, tolmácsok és minden egyéb más szakszemélyzet, aki ilyen nagyszerű és kitűnő feladatot kap végre a kezébe, meg tudja majd ezeket oldani, hanem egyúttal egy nagyon pozitív országképhez is segít bennünket ez a bölcs erőlátással megközelített helyszínkiválasztás. A második téma kapcsán a Duna stratégiában, amikor az Európai Bizottság 2009. október 22-i keltezéssel levélben felkérte a nemzeti kormányokat, hogy nyújtsanak be nem hivatalos munkadokumentumokat, úgynevezett non-papereket, ebben a munkadokumentumokban több ország Magyarország mellett hangsúlyozta egy különleges sem fontossá vált, az elmúlt esztendőkben közösen fontossá vált témát, jelesül az energiaellátás biztonság, a határon átnyúló együttműködések fejlesztése témáját.
Nem csak Magyarország foglalkozott ezzel, hanem Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és Szerbia egyaránt fontosnak tartotta ebben a dokumentumban, hogy felhívja a figyelmet, hogy ezzel a kérdéssel bizony foglalkozni kell. Nagyon érdekes, hogy ennek az elnökségi felkészülésnek talán egy apropója is volt a múlt héten a magyar-román, Arad és Szeged között felavatott összekötő gázvezeték kérdése is. Ennek a súlyát az is mutatja, hogy mind a magyar miniszterelnök, mind román társa Emil Bock részt vett, valamint részt vett ezen Günther Oettinger, Európai Uniós biztos is. Miről is szólt tulajdonképpen ez az ünnepélyes átadás, amely tulajdonképpen egyfajta ívet mutat a Duna stratégiának az energiát érintő kérdésében. A magyar-román összekötő vezeték az első kézzelfogható intézkedés egy valódi regionális infrastruktúra politika elkészítéséhez, megteremtéséhez. A régió gázpiacait tudjuk jól, mai napig teljesen el voltak szigetelve egymástól, és gyakorlatilag csak nemzeti gázpiacokról beszélhettünk. Az országaink között létező mindössze néhány összekötő vezeték gyakorlatilag csak az orosz gáz átvezetésére szolgált, ez azonban a jövőben ezzel a lépéssel megváltozik, és ennek a változásnak első lépése ez a gázösszekötés. Ennek az elkészültével további hasonló lépések következnek, például Horvátország és Magyarország, Magyarország és Szlovénia között, aminek már készül a megvalósíthatósági tanulmánya. Az elmúlt időszakban néhány héttel ezelőtt a külügyi bizottság tagjaként részt vettem a szlovák külügyi bizottság meghívására Pozsonyban. Ott a szlovák fél kifejezetten és hangsúlyozottan jelezte ezt az energiaellátás biztonsági kérdést, és talán nem véletlen, hogy nem csak szándéknyilatkozat van már, hanem tulajdonképpen egyfajta előmunkátok vannak a Vecsi és Velki Krisz közötti szlovák összekötővezetékről, és a Magyarország-Szlovénia közötti összekötővezeték is szándéknyilatkozat szintjén áll. Én úgy vélem, hogy ez a 61 kilométer hosszú Aradot Szegedet összekötő, 60 kilométer Romániában és 47 kilométer Magyarországon összekötő gázvezeték kapacitása majd 2 milliárd köbméter évente. Ezek tények tükrében is nagyon fontos, hogy Orbán miniszterelnök úr az avatóbeszédében úgy fogalmazott, hogy ez a magyar elnökség egyik kiemelt, kulcsfontosságú prioritása, hogy ebben a Duna stratégiában kellő erővel és kellő súllyal legyen benne az energiaellátás biztonság. Nem csak Magyarország, hanem Magyarország szomszédai, sőt egész Európa számára. Köszönöm figyelmüket! Tisztelt képviselőtársak, egy tájékoztatás, egyben szolgálati közlemény következik. A KDP frakció jelezte, hogy a felszólók számát figyelembe véve a rendelkezésére álló 4 perc 45 másodperces időkeretet a koalíciós társ Fidesz frakció részére átadja. Megadom a szót Mennyi Rolandnak, a Fidesz képviselőjének. Öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, köszönöm a szót. Gruber képviselőtársamhoz hasonlóan én is az energiáról, a ellátásbiztonságról szeretnék egy pár gondolatot mondani. A január 1-én kezdődő soros magyar elnökség napirendjét alapvetően meghatározó kérdés lesz az energiapolitika. A téma fontosságát jelzi, hogy a 2011. februári tematikus európai tanácsülés témája is az energiapolitika lesz. A közös energiapolitika gyakorlati megvalósítása felé tettünk jelentős lépéseket az elmúlt hetekben is, amikor Orbán Viktor magyar miniszterelnök az azeri grúz román magyar energiaügyi együttműködésről szóló csúcstalálkozó megállapodásra jutott az Agri projekt megvalósításáról, aminek eredményeképpen Magyarországra néhány éven belül Azerbajdzsánból is érkezett földgáz. A napokban került átadás.